találjátok, hogy milyen üzenet következik. Jó lesz-e első motornak a... Szia, Dodor, nagyon sok videót megnéztem, nagyon tetszenek. Sok okos dolog van bennük. Én most csinálom az A jogsimat. Szeretnék venni egy GSXF 750F-et, első motorom lesz. Szeretném, ha mondanál róla pár dolgot. Tudok. Én 100 kg vagyok, és 190 centi. Ezt te jó, hogy megírtad. Jók a videók, a buzikkal ne foglalkozz, szó kimondó durva szöveg, ez csípem, pacsi. Hát figyelj, haver. A motorok Fiat multiplája, hogyha kívülről tekintjük, ha egy motorra gondolunk, és valóban a boci szemű 750 GSX-F-re gondolsz, nem sok rondább motor van annál. Az valami, tehát én ezt mindig, amikor meglátok egy embert ezen a motoron, akkor mindig úgy vagyok vele, hogy valóban az volt, hogy este lecsuktad a szemed, és ez megjelent, hogy ez egy álomgép, és erre vágysz, mert az összes többi csúnya, és ez egy gyönyörű. Tehát igazából igazad van, mert a rohadt ronda nőket is megkúrja valaki. Tehát, valakinek föl kell vállalni ezeket a motorokat. Hogyha egyszer legyártották őket, vagy olcsó, mert alig veszik mi, vagy mi lehet a titka annak, hogy valaki ilyen motorral álmodik. Szerintem jobb, mint szebb. Igazából. Tehát a Suzuki-nek ezek a fajta motorjai szerintem a világba kimennek, nyilván 10-15 év után minden lófasz elkopik rajtuk, de pont az, hogy addig elmegy problémamentesen, nem az lesz, hogy két hetente beszarik. Nyilván, hogyha találsz egy olyan állapotot belőle, ami egy kicsit karban tartott, de attól függetlenül, amikor vesztek egy használt motort, az a legjobb megoldás. Én az összes motoromat, amit vettem, szépen elviszem a Dunamotóba, aztán basszák meg, foglalkozzanak a problémáival ők, és killódjanak vele ők. Úgyhogy helyzet az, hogy ennyit tudok róla mondani. Kurva ronda egy motor. De egyedi leszel.